2018. november 1-től új játszótéri szabványokat kell alkalmazni a játszóterek fenntartóinak. A Tűzmegelőzés Kft. ennek kapcsán szervez tájékoztató szakmai napot a következő esztendőben januárban. Vendégem a stúdióban a Tűzmegelőzés Kft. alapító tulajdonosa, Kukucska István, köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm. Mit fog tartalmazni ez a szakmai nap? Miért is van erre szükség? Köszöntöm a kedves nézőket. Hát én onnan indulnék ki, hogy a gyermekeink, unokáink biztonsága megköveteli, hogy biztonságos játszóterek legyenek. Ezért a 2008-ban megjelent korábbi szabványt az EU előírásoknak megfelelően átdolgozták, és most november 1-től lépett hatályba. Erről fogunk a szakmai napon játszótéri szakértő kollégákkal egy egész napos tájékoztató előadást tartani hiszen ezen az előadáson ö, olyan információkat fogunk elmondani, amelyek változtak, és ez érinti valamennyi önkormányzatot, valamennyi oktatási, nevelési intézmény, bölcsődét, ö, a játszótérezköz fenntartókat, hiszen a változások olyanok, amelyek a balesetek megelőzését szolgálják. Nagy volumenű változásokra kell egyébként gondolni? Hát ö, nagy volumenű változás nem nagyon van, egy-kettőt majd kiemelek. Kisebb változások vannak, hiszen a játszótérnek, én mindig azt szoktam mondani, három fő ellensége van. Egyik az időjárás, a másik a rongálás, a harmadik pedig a nem rendeltetésszerű használat. Úgy átadták ezt az új játszóteret itt a szabadtéri színpad mellett, nem egyszer tapasztaltam, és le is fényképeztem, hogy 30-40 éves anyukák játszanak, másznak fel a csúszdára, meg ott egyensúlyoznak fel a tetején. Hát mondjuk ez nem arra van méretezve, mint amikor egy 10-12 éves gyerek játszik rajta. És ebből vannak a legtöbb balesetek. Változnak a vizsgálati szempontok hiszen mi egyik fő profilunk a játszóterek akkreditált ellenőrzése szabványossági felővizsgálata. Ebben az évben több mint 300 játszóteret és több mint 5000 játszótéri eszközt vizsgáltunk felül. Tapasztalatunk az, hogy javuló a tendencia, körülbelül csak 10%-ra tehető azon eszközök száma, ahol valamilyen hiányosság van. Tehát ezeket az üzemeltetőknek meg kell szüntetni, mert ha bekövetkezik egy baleset, onnan kezdve a felelősség elsősorban az üzemeltetőjé. A változások érintik, esetleg, esetleg ezeket a kültéri, játszótéri, eszközöket, anyag kivitelezés szempontjából. Például. Ő... A kivitelezésnél csak a méretezések vonatkozásában van kisebb változások, például a fejbeszorulás vizsgálata, új újbeszorulás vizsgálata, a leesés elleni védelem, ütési talajok kialakítása, tehát ezek mind-mind a biztonságot szolgálják. Hiszen az új szabvány egyértelműen meghatározza, a játszótéri eszközöket úgy kell kialakítani, úgy kell használni, hogy a gyerek súlyos vagy halálos balesetet ne szenvedjen. Tehát nem mondja, hogy ne legyen baleset, mert a játszótéren előfordulnak balesetek. Ennél szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét, hogyha bekövetkezik egy baleset a játszótéren, azonnal értesítsék az üzemeltetőt, hiszen a játszótereknél ki van írva, hogy ki az üzemeltető, az elérhetősége. Hiszen ö, vizsgálni kell, hogy a játszótéri üzemeltető, vagy jár, valamilyen játszótéri eszköz hibája miatt következett be a baleset, vagy éppen a nem rendeltetésszerű használat miatt, amiről hát nagyon sok balesetről lehetne ö, beszélni még. Nyíregyházán hány játszótér van? Nyíregyházán 31 játszótér van. Hát azt most meg nem Ezek mondom, ö, hogy körülbelül köz, ezen értő Közterlati játszótér. Ezen kívül 30 körüli, ami az óvodákban van, bölcsődékben is 15-16 körüli a játszótereknek a száma. Tehát nagyságrendileg körülbelül 2000-re tehető összességében a Nyíregyházán felelhető eszközöknek a száma. Ha most önök megtartják, mikor is pontosan ezt a szakmai napot? Január 29-én fogjuk tartani a kisérni utcán, és még annyit hozzáteszek, hogy egy partner nyíregyházi játszótéri gyártó cégnek a felajánlása alapján a résztvevők között ki fogunk sorsolni egy közel félmillió értékű kétállásos lengőhintát. Reméljük, hogy ez is mozóbbá teszi az érdeklődést. A kérdésem arra vonatkozna, hogy ha lezajlik ez a szakmai nap, ugye önök felvezetik ezeket a szabványbeli változásokat, ez most maga után vonzza majd azt, hogy jelenleg működő játszótereknél biztosan lesz olyan, amelyikhez hozzá kell nyúlni valamilyen szempontból? Előfordul hiszen amikor a játszótéri eszközöket ellenőrizzük, van olyan lehetőség, és ezek sokan élnek, hogy előzetes hibafeltárást is kérnek, akkor az üzemeltetők megszüntetik azokat a hiányosságokat, amelyet mi érzünk rövid időn belül, és utána még egyszer leellenőrizzük a játszótéri eszközöket. Tehát ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy biztonságosabbak legyenek az eszközök de önöknél, hogyha jól értem, amint mond, akkor az önök tevékenységének egy része az, hogy folyamatosan végzik ezeket az ellenőrzéseket. A jogszabály előírása alapján, és itt az új szabványváltozásokban kőkeményen erősödtek az üzemeltetők ellenőrzési kötelezettségei, tehát a fenntartóké, akár egy önkormányzat, vagy akár egy KFT-je, vagy óvoda, vagy bölcsőde, hiszen nekik hetente, havonta, három havonta, évente kötelező ellenőrzés dokumentálni, és ezeknek az ellenőrzéseknek a megtörténtét a fogyasztóvédelmi fegyelőség ellenőrzi. Mi a játszótér eszközöknek a szabványosságát ellenőrizzük, hogy a műszaki paraméterei megfelelnek-e, hiszen négy évente kötelező felülvizsgáltatni akkreditált szervezet által, ezeket az ellen eszközöket, ami hát csak becsülni tudom, hogy az elmúlt időszakokban több mint 20 ezer játszótéri eszközt vizsgáltunk az egész ország területén. Nyilván akik érintettek és üzemeltetők tisztában vannak ezekkel az előírásokkal. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy hány résztvevőre számítanak, hány meghívót fognak elküldeni? Hát neki volt nagyon sokat, tehát több ezeret ugye fogunk elküldeni. Hát én remélem, hogy egy 50-60-80 fő azért részt vesz ezen a szakmai napon. Tehát még egyszer akkor január 29-e és majd fogják kapni az érintettek a meg Így van, interneten keresztül, médián keresztül, ö, a napilapokon keresztül is hirdetjük, Úgyhogy én csak azzal tudom zárni, hogy mindenki vigyázzon a gyermekére, főleg ilyen időjárásban, mert ma is láttam, hogy játszanak a gyerekek, hiába ilyen havas, csúszós az út, és mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok. Nagyon szépen köszönjük, viszont kívánjuk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást.